A piros mezes berettyú újfalújak az ötödik helyről kezdhetik meg a mérkőzés, még a zöld mezes ladányi együttes az egy helyjel hátrébről rajtolhat a 11. forduló mérkőzésén. A vendég újfalújak kezdik a találkozót. A mérkőzés Sándor Tamás és Szendi Anikó fogják vezetni. A mieink felállása a kapuban Füzér Krisztina, a jobb szélen Horváth Viktória, mellette Károly Anikó, középen Pál Dorina, mellette Tóth Ágnes, a másik oldalon Székely Anna és Kis Nóra. Ez a kezdő csapatunk. A vendégek az ősz folyamán 30-18 arányban verték meg a mieinket, így aztán van, bőven van törleszteni való. Igaz, hogy a tabellán a két együttes szorosan egymás mögött helyezkedik el, azonban pontszámokban meglehetősen nagy a különbség. A újfalújak eddig 11 pontot szereztek a szezonban, a mieink pedig 6 egységet gyűjtöttek eddig. Közben megvolt a mérkőzés első lövése, ezt a vendégek eresztették el, azonban elkerült a Füzér Kriszti kapuját a labda, ám beleért valaki a sáncba, és továbbra is ők jöhetnek a vendégek. A 99 számú Mészáros lőtte fölé a labdát, egy gólt sem sikerült nekik lőni a vendégeknek, így aztán jöhetünk mi, azért az egy gólért, hogy a mi nevünk mellett szerepeljen ott az eredményjelző táblán. A csapatunkban Tóth Gabi hiányzik munkahelyi elfoglaltság miatt. Az első gól megvan, Székely Anna egy átlövés góllal szerezte meg a vezetést a mieinknek. Gondolom nagyon sokan nem bánnák, hogyha most ebben a pillanatban le is fújná a bírópáros a mérkőzést, hiszen ez azt jelentené, hogy 2 ponttal gazdagodna a csapatunk, de hát nagyon-nagyon messze van még a vége. Egy jó védekezés, Mészáros próbálkozott a fiatal ballövő a vendégeknél. Jól megtermett kislány. Érdemes lesz rá figyelni, bár a rutin biztosan nincs mellette. Köszönjük meg, hogy belül védekezésért nem fújtak a játékvezetők 7 méteres, mert ezért akár azt is lehetett volna. Így azonban marad a szabad dobás. 2 perc elteltével 1-0 arányban vezetünk, és jönnek a vendégek az egyenlítésért. Egy újabb jó védekezés. Tóth Nóra egy picit elaludtott a kipattanó labdát, nem sikerült összegyűjtenie. A tavasszal egyébként a vendégek eddig 3 pontot szereztek az eddigi 3 mérkőzésükön. A Komádi ellen idegenben 20-20-as döntetlent játszottak. Otthon a nagy hegyes se vívták a második mérkőzésüket. Nem is otthon bosszú mondom, hanem vendégként. És 26-18 arányban a nagyhegyesiek nyertek, még a Nádudvart, a sereghajtó Nádudvart maga biztosan 32-20-ra verték, így szereztek eddig 3 pontot a tavasz során, amilyenk ugyebár a Létavéltestől hazai pályán kikaptak 24-16-ra, majd Balmazújvárostól 30-10 arányi vereséget szenvedtek idegenben, szabadtéri bitumen pályán, és a múlt héten, a hétvégén a Hajdúszoboszlót 29-20-ra verték a lányaink idegenben, hát magabiztos győzelmet arattak a rangadón, bár azért hozzá kell tenni, hogy a szoboszlóiaknál létszámgondok és csapatproblémák miatt ez várható volt, mert már előre tudtuk. Székely Anna közben 2-0-ra növelte az előnyünket, hát ez így fog alakulni, így fog menni, akkor ez egészen formás és pofás lesz, hiszen a védekezésünkkel eddig semmi probléma nincs, támadásban pedig sikerrel fejeztük be eddig a támadás vezetéseinket 2 alkalommal is. A félidő felénél járunk pontosan 15 perctel eddig a mérkőzésből, és 6-3 arányban vezetünk a Berettyóújfalu ellen. Igazán meggyőző a játékunk az eddigiek alapján, bár volt egy kisebb hullámvölgyünk az eltelt időszakban. 4-1-es vezetésünknél előbb kihagytunk egy 7 méterest, majd közben azt követően kaptunk egy gólt, 4-2 után pedig egy zicsert hibáztunk el, egy óriási zicsert, és mindeközben még 2 indítást is eltévesztettünk, elrontottunk.
Ennek ellenére 6-3 arányban vezetünk, a védekezésünk nagyon-nagyon jól működik, nem nagyon hagyjuk a ellenfelet kintről lőni, vagy ha mégis tudnak lőni, az pedig Füzér Kriszti eddig sikerrel hatástalanította. Mindeközben időt is kért az ellenfél, úgy gondolom, hogy van miért. Bence Zoltánnak, a pirosmezesek edzőjének kikérni az első félidőbeli idejét, hiszen eddig meglehetősen gyengén muzsikál a csapata, vagy mondhatjuk úgy is, fogalmazhatjuk úgy is, hogy a mieink játszanak kifejezetten jól. Nem árulok el zsákba macskát vele, hogy a héten az első edzésen volt egy kisebb fejmosás a lányoknál. Mentális problémák jelentkeztek a edzés munkában, illetve a mérkőzéseken, de úgy tűnik, hogy ezt a vezetőség rendbe tette, nagyon ismert, látványosan küzdenek egymásért a csajok a pályán, és igazán példás értékű, példaértékű a csapategység most az eddig eltelt 15,5 perc alatt. A mieink jöhetnek tehát, 6-3 az állás, és hát amint elmondtam már, a tabellán mindösszesen egy hely a különbség a két együttes között, azonban ez az 5 pont azért mérvadó távolság. Ezen az 5 ponton lehet most az eddigi 15 perc játék alapján, jó esélyünk van rá, ezen a 5 gólon lehet most csökkenteni, még akkor is, ha most Károly Janikó ezt a lövését elvétette, azonban most jöhetünk, lemaradt a vendégek játékosa is, emberelőnyben vagyunk ebben a pillanatban, ott a kapu előtt. Sajnos nem sikerült eddig kihasználni, lelassultunk, jól zártak össze a pirosmezesek. A góljainkat eddig, az eddigi 6 gólunkat Károly Anikó 3-at lőtt, Székelyen a 2-t, és Szilágyi Ágota 1-et. Így oszlik meg az eddigi 6 gólunk. És közben a pályára bejövő Kisnóra, a középen játszó Kisnóra kezéről pattant föl a labda, nem tudta megfogni, és Károly Anikót is becsapta ez. Így jöhetnek a pirosmezesek. Tahócki az irányító, Szabó Mária jobblövő a vendégeknél, két rutinos játékos cserélt egyébként a vendégek edzője, több poszton is, ez pedig 7 méteres teljesen joggal. Tehát több poszton is cserélt a vendégek trénere a első negyed órához képest. És most úgy tűnik, hogy ez talán egy harcosabb és gólra törőbb összeállítású újfalui csapat. Nézzük, Hajdú a labdával, Füzér Kriszti kijött egészen 3 méterre, és sikerrel tette. Ez azonban már gól volt, elaludtunk a kipattanó labdánál. Nem első alkalommal, Székely Anna egy kicsit későn eszmélt. Füzér Kriszti a hetesbe beletette a kezét, és a kapufáról kivágódó labdát nem sikerült összeszedni. 6-4 tehát az állás, és a 18. perc végén járunk. Tóth Ági. Megint nem értettük meg egymást, most az utóbbi pillanatokban egy kicsit dadog a kezünkben a labda támadásnál. Igaz, mi sem úgy, oly de kár volt, hogy belefújtak a játékvezetők, bár joggal tették, hiszen miután felugrott Székely, megtámasztották és leesett, ez pedig már a negyedik lépése volt. Így szabad dobással jöhetünk. Szilágyi, Károlyi, Tóth, Székely Anna. Károly Anikó lövése ezúttal elkerülte a kaput, így jöhetnek a vendégek, és szorossá tehetik a mérkőzést, hiszen 6-4-nél támadhatnak az 5. góljukért. Egy újabb átlövés, és meg is van bizony az 5. góljuk. A 44-es Gál vette át az eddigi ballövő Mészáros helyét, és ez eredményesen tette is, hiszen megvan az első gólja. 6-5. A 19. percbe lépünk be lassan, és sajnos a 3-4 gólos fórunkat sikerült leadni az utóbbi percekben. Szilágyi nem 7 méteres? Hát sajnos nem. Károly, Tóth Ági ott a hely, be lehet menni.
Ennek viszont 7 méteresnek kell lenni, így van, meg is adta a játékvezető Sándor Tamás, habozás nélkül, és még egy sárgalapot is kiosztott. Tóth Ági nehezen tápászkodik föl, de nincs ott semmi baj. Károly Anikó lőheti a következő hetesét. Egyet már értékesített, és ez egyúttal a negyedik gólja lehet. A 20. perc felénél járunk, és megvan a hetedik gólunk, 7-5 az állás, és továbbra is vezetünk. Gál ezúttal talpról talált be Füzérnek a kapujába, 7-6. 20 perc telt el a mérkőzésből. 3 perc van hátra, és bizony-bizony elfogyott az előny, a megszerzett előnyünk. 11-10 az állás, de az előbb már 10-10 volt a mérkőzés állása. Nem véletlenül fogyott el az előnyünk, hiszen nagyon nehéz perceket éltünk át, kettős ember hátrányba is kerültünk, és a vendégek a 3 gólos előnyüket szép lassan ledolgozták, és egalizálták is az eredményt. Az előző pillanatban Károly Janikónak sikerült 7 méteresből újra előnyt szerezni. És mivel Füzér Kriszti megint remekül védett, így aztán jöhetünk egy újabb gólszerzés reményében az ellenfél kapuja elé. Károly Rella ejtette ki a labdát a kezéből, Szilágyi. Ott a helyzet, Anikónak a keze most túlságosan a kapu bal alsó sarkát keresi, azonban láthatóan beleragadta a labda a kezében most is. Ezért túlhúzta, és már nem az első lövése megy el a kapu bal alsó sarka mellett. Törli is most a kezét a Vax-tól szabadítja meg fel a talajhoz. Jó védekezés. Gál a 3. gólját szerzi. Az első negyed órában pályán sem volt, azóta viszont a csapat egyik legjobbjának számít a vendégek 44-ese. Másfél perccel a vége előtt egy technikai hiba, Károly Anikó labdája Kisági lábához ment, és Ági miközben kaparászott a labda után, sajnos a lábához hozzáért a labda, így 11-11-nél először támadhatnak az egyébként ember hátrányban játszó vendégek, tehát ezt az ember hátrányt ők jól túlélték, és most már úgy néz ki, hogy meg is nyerik az ember hátrányos szituációt. Ebben a pillanatban kiegészülnek, és az utolsó perc kezdődik az első játékrészben, és tulajdonképpen semmi nem dőlt el, 11-11 az állás. Tehát akár azt is mondhatjuk, hogy minden kezdődik előről, bár most mindjárt vége van az első félidőnek. Oly, de kár, hogy lefújták a játékvezetők, amikor éppen Páldorina kezében landolt a labda. Páldorina egyébként, amikor pályán van, nagyon jó teljesítmény nyújt védekezésben is. Székely annak közben kiharcolt egy 7 méteres, vajon lesz-e kiállítás? Nem. Tehát Páldorináról beszéltem az elébb, az első fél időben eddig jó védekezése mellett már 2 7 méterest is sikerrel harcolt ki. Igaz, az egyiket nem sikerült értékesítenünk. Na vajon Károly Anikó miért nem akart adni a labdát a játékvezetőnek? Kicserélik, mert nagyon-nagyon vakszos a labda. Jön a másik játékszer. Nem baj, Anikó, ezzel is be lehet lőni azt a hetest. Nem a labdán múlik, hanem a lövésen. És ebben a pillanatban vége van a játék résznek, ám a 7 méterest értékesíteni fogjuk remélhetőleg, hiszen időn túli lesz. Bár a játékvezető mintha azt mondta volna, hogy még van idő hátra, legalábbis ezt olvastam le a szájáról. 22 másodperc most mutatja, nem állították meg a zsűri asztalnál az órát. Károly Anikó. Így van, Anikó, nem a labdán múlik. 12-11, tehát még van 20 másodperc, hát ha jó lenne kivédekezni, és akkor előnnyel menni a első félidőre. Na végre jó blokk. Szerencsénk volt, mint ahogy ezzel is, hogy ellőtték villámgyorsan a szabaddobást, így aztán 12-11-es állásnál mehetünk pihenőre, egy gólos az előnyünk a Berettyóújfalu ellen. A 6. percben járunk, a 2. játék részben 14-12 az állás a javunkra, és emberelőnyben támadhatunk Kisnóra, és már is megvan a 15. gólunk.
Jól kezdtük a második játékrészt, 12-11 utána pihenőt követően 3-1-re nyertük az eddigieket. Igaz, voltunk egy fél percen keresztül kettős emberelőnyben is, és most is emberelőnyös helyzetben vagyunk. De hát mi is voltunk az első félidőben kettős ember hátrányban, amit ki is használt alaposan a Berettyóújfalu. Újra 3 gól az előnyünk, és egy újabb fűzér bravúr. A 44-es Gál átlövését ezúttal jól olvasta Kriszti, és a bal felső sarokból Újhegyjel kitornázta a labdát. Nem volt jó a húzás, és közben úgy látom Anikónak beletérdeltek a oldalába. Úgy látom, most már rendben van Anikó. A hasába térdeltek bele. Egy kicsit későn ment Tóth Áginak a húzása, és a lendület már tovább vitte a védőfalba. A labda pedig egy kicsit késett. Le is megy, úgy látom, igen, le is megy Anikó egy kicsit pihenni. Jön helyette Szilágyi Ágota. Így aztán Kisági a jobb szélről behúzódik lövő pozícióba. Szilágyi, Kis. Egyre jobban veszíti elfele az ellenfél edzője Bence Zoltán a türelmét. Most már kifejezetten kiabál és üvölt a lányokkal. Pál Dorina, 16-12. Amint kimentek nyitott védekezésre a pirosmezesek, azonnal egy űr támadta a helyén, és ezt nagyon jól vettük észre, és ment is a bejátszás a beálló pozícióba. Pál Dorina pedig szépen bevetődve értékesítette az ittszert. Pál Dorinának nagyon-nagyon ott van a helye a csapatban. A beálló pozícióban remekül oldja meg a feladatát, már az első fél időben is láthatóan jól használta ki a lehetőségeit, heteseket harcolt ki, és hát a védekezésben is nagyon fontos szerepet látott el középen. Mindeközben a vendégek 44-esek Gál 7 méterest lőhet. Tette ez sikerrel, 16-13. Én úgy gondolom, hogy az előnyünk újfent megnyugtató, addig, amíg a támadásainkat ilyen jó arányban használjuk ki és értékesítjük, addig nincsen gond. Tóth Ági hagyta el kis hián a labdát, kivarázsolták a labdát a kezéből, Bence Zoltán pedig továbbra is üvölt a játékosaival. Kis Ági, ezúttal jól védekeztek a pirosak. Károly Anikó, úgy látom, most már rendben van, mindjárt vissza fog állni. Szilágyi Ágota kapott közben egyet a jobb szélen. Remek! Kis Áginak is elsült a keze, csak úgy, mint az első fél időben, és lehető legjobbkor, mert újra 14-jel megyünk, tehát 4-jel megyünk, elnézést, 17-13 az állás, tehát 4 a for, de csak eddig a pillanatig. Rosszul védekezett Szilágyi Ágota, alaposan megverte a szélsője. 17-14 és a 9. perc felénél járunk. Az utolsó negyed órába lépünk be, méghozzá egy Berettyóújfalui találattal, 20-20 ezzel. Ember hátrányban rohantak le bennünket a pirosmezesek és egyenlítettek. Szűk 15 perc tehát hátralévő játékidő, és továbbra is azt kell, hogy mondjam, semmi nem dőlt el, pedig hát az elmúlt percekben megint 3-4 gólokkal vezettünk. Sajnos nem úgy működik mostanában a védekezésünk, mint ahogy az első fél időben az működött, és támadásban is kevesebb lehetőségünk van a gólszerzésre. Elképzelhető, hogy azért, mert igencsak felkeményedett a vendégeknek a védekezése, lényegesen határozottabban lépnek oda. Tóth Ági harcolt ki egy 7 méterest, azonban ezt még be kell lőnünk. Bence Zoltán próbálja magyarázni a játékvezetőnek a magyarázhatatlant, amit egyszer már megadott, úgyse fogja visszavonni. Sándor Tamás pedig nyugtatgatja a vendégeknek a trénerét.
Károly Anikó néz farkas szemet az újfaluiak hálóőrével. Na vajon kinyeri ezt a csatát? Ő 21-20, és még szűk egy percen keresztül ember előnyös helyzetben vagyunk. Na nézzük, vajon sikerül-e túlélni ezt a támadást. Szilágyi Ágot a védekezett jól, nem is bocsánat, Horváth Viki volt ott, aki jól védekezett, Horváth Viki. A helyére tette a szabaddobásnak a elvégzésének a helyét a játékvezető, Szendi Anikó. Gál, nem volt lövő helyzete, Kisági jól zárta le a sarkot. Gál. Ú, de nagyon-nagyon szabadon maradt a kapu jobb felső sarka. Hajdú észre is vette, és talpról jól eresztette el a labdát. 17 perc elteltével 21-21, és most jön a másik oldalra. Kisági helyett Szilágyi Ágota. Horváth Viki. Székely Annát állította meg az előbbi gól szerzője, Hajdú. Székely. Tótági irányít. Horváth Székely. Tótági ezúttal nem lőtt el talpról. Sikerült még tovább tenni a labdát Károly Anikónak. Tótági kezdődik minden előről. Most kezdődik a támadás felépítés. Bravúros védés volt a vendégek kapusától. Károly Anikó fönt van a játékvezető keze. Nincs egyelőre, még nincsen. Türelmesek a mérkőzés vezetők. Most tették fel a kezüket, el kell lőni. Károly Anikó szabad dobás. Talán, ha tovább engedték volna, bár lehet, hogy ellépte Anikó közben, bár csóválja a fejét. Igen, egy picit haboztam, hogy vajon jó lesz-e így, mert miután megkapta a labdát a szabad dobás után, Anikó számomra érthetetlen módon leütötte, és tulajdonképpen helyből ugrott föl, így aztán a lövése sem volt túl nagy erős, de a helyezése nem volt probléma, így aztán megvan az előny nálunk. Na most kellene ezt valahogy kivédekezni, és akkor egy újabb lendületet kaphatnánk. Na nézzük, igen, megvan a labda? Nincs meg. Véleményem szerint egy jó védés. Belülvédekezés 7 méteres. Hihetetlen, ezt nem láttam benne a támadásban. Sándor Tamás állt ott, ő láthatta jól. Na nézzük, Tóth Csilla vajon. Nem. Gálnak a keze továbbra is jól sül el. Még 19 perc elteltével 22-22 az állás. A mérkőzés hajrájába léptünk be. A 28. perc elején járunk, és hát sajnos egy góllal vezetnek a pirosmezesek, 24-23. Károly Anikó teszi tovább Tóth Áginak. Egyre keményebbek a pirosmezesek, egyre durvábban védekeznek, és ez sajnos a műjeink sínylik meg. Fönt van közben a játékvezető keze. Sajnos a lövés túlságosan messziről történt, és ráadásul a kapus is a helyén volt. 25-23, és hiába vezettünk végig az egész mérkőzés folyamán, nagyon úgy tűnik, hogy kicsúszik a kezünkből ez a kettő pont, hiszen két gólos hátrányban vagyunk, 2 perc van hátra a mérkőzésből. Szabad dobás lesz. Nagyon összeállt a vendégeknek a védekezése, rendkívül agresszívak, és ez működik is sajnos a mi szempontunkból. Tovább ott az ittszer lehetőség, talán most erről beszéltem, hogy kicsúszott a labda sajnos Kisnóra kezéből, és a vendégek tulajdonképpen extázisban védekeznek, az edzőjük pedig szugerálja őket. Másfél perc van hátra. Kisnóra. Nagyon nagy hiba volt hozzányúlni ehhez a labdához. Miénk lett volna a sarokdobás. Ehelyett most jönnek a
vendégek. Óriási rutintalanság volt a részéről. ...25-23 támadnak a pirosmezes vendégek, egy perc van hátra a mérkőzésből. Károly Anikó labdát szerzett, és hogyha ezt bedobja, akkor talán még van lehetőségünk. 25-24, talán van lehetőségünk egy nyitott védekezéssel labdát szerezni. 45 másodperc van hátra a mérkőzésből. Labdát kell szerezni, ki kellene jönni. Labdát szerezni. Belemenés, nem? Nem, már megörültem, hogy belemenést fúj Sándor Tamás. Marad azonban a vendégeknél a labda. 20 másodperc, fönt van a játékvezetők keze, el kell lőniük a labdát. El is vették, és itt van a lehetőségünk. Itt van a lehetőség, egy 10 másodperc. Székely Anna. Páldorina. Megállítják a játékot, vajon 7 méteres lesz-e? Sajnos nem, 3 másodperc. Úgy látom, hogy ez csak egy 9-esről. És megsérült Dorina? Igen. Hát ez tulajdonképpen majdnem egy időn túli 7 méter. Össze kellene állni a lövő játékosnak, lezárni a területeket, hogy ne tudjanak közbeavatkozni. Nem tudom, a játékvezető milyen oktatást tart a mieinek. 3 másodperc. A játékvezető még mindig magyaráz. Na nézzük. Károly Anikó. És fölé durrantotta. Ezzel le is telt a játékidő. 25-24-re a vendég Berettyóújfalu nyerte meg a mérkőzést, és nagyon örülnek ennek, a két pontnak megdolgoztak érte. A miénk szájából pedig kiénekelték a sajtot sajnos. 25-24 tehát, és legközelebb április 28-án láthatjuk újra a csapatunkat, amikor is a Komádi gárdáját fogadjuk majd szombaton 14 órai kezdettel.